Sziasztok! A mai videóban megmutatom nektek, hogy hogyan lehet legegyszerűbben elkészíteni márvány mintát. Megmutatom fehér és fekete alapon is. Első körben én már egy rétegbe lekentem a tipjeimet, most lekerem még egy rétegbe a fehéret is. Kötni, majd pedig a feketét is, és még ezek megkötnek, addig gyorsan elmondom, hogy mire lesz szükségünk az elkészítéséhez. Meg elmondom, hogy én a feketének, a Hypnotic-nak a 16-os színét használtam, a fehérnek pedig a Crystalnails GL24-es színt. Szükségünk lesz első körbe egy fixálós, ragacsos rétegre kötő fedőre, én a Bria Bermani Gel Lakját használom. Szükségünk lesz fixáló folyadékra, azaz cleanserre, én ide nyomtam ki egy keveset, aztán szükségünk lesz fedőre, én a Cool Topot használom szintén, Crystalnails, aztán ez teljesen attól függ ki, mit szeretne, én egy FD8-as zselét is fogok használni a Crystalnails-től, valamint szükségünk lesz egy Royal Gel-re, egy feketére a 0-7-esre, és egy fehérre is, az pedig a 6-os Royal Gel. Most pedig megkötött már mind a kettő tippünk, és először a feketét fogom megmutatni nektek. Ja, és még szükségünk lesz kettő darab ecsetre, egy 0-short ecsetre, valamint egy olyan ecsetre, amit már nem sajnálunk, ugyanis ezzel fogunk cleanserezni, és a cleanser az nagyon tönkre teszi az ecseteknek a sörtéjét, nagyon kiszárítja. Szóval, első körben kicsit távolabb vittek titeket. Első körbe ezt a fekete színt lefedjük a fixálás lós a Mani Gel lakkal egy vékony rétegbe. Így, majd pedig fogom a Royal fehéren, és a 0-short ecsettel húzogatok bele vonalakat. Így, majd pedig fogom a cleanseremet, belemártogatom az ecsetem, szépen elkezdem elmosni ezt a fehér anyagot. Ilyen tapogató mozdulatokkal. Közben igazgatom, néha törlöm az ecsetem.
Lehet még bele esetleg vinni egy kis fehéret. Én viszek egy keveset még ide. És ezt is el mosom. Így, majd pedig beteszem köttetni. Ugye azért jó a cleanser ehhez, mivel hogy a cleanser elpároló. Utána pedig ez tényleg egy tetszőleges lépés, én pár csík csillogót fogok beletenni. Az első körbe felkeverem. Miután megkötött az anyagunk, utána húzok bele tényleg csak egy pár pici csík csillámosat. Most, hogy megkötött, fogom, és a nulla sort ecsetemmel egy pár vékony csillogós részt teszek bele. Így, majd pedig szintén ezt is köttetem. Utána pedig kultokkal fedem. Majd miután teljesen kikötött, ilyen lett a végeredmény. Most pedig megmutatom a fehérrel is. Két réteg fehér, fedem, egy réteg mani gélendlakkal. Majd pedig fogom a fekete Royal Gelt. És szintén húzok bele vékony vonalakat. Ezeknek nem kell egyenletesnek lenniük semmi. Pedig szintén fogom fixáló folyadékom. Nyomok még hozzá egy picit. És ezzel szépen elmosom.
majd pedig ebbe a csillámosat még kötetés előtt fogom beletenni. A nulla sort ecsetemmel. Így, majd pedig bedobom köttetni a lámpába. Majd miután ez is megkötött, lefedem kultoppal. Majd beteszem teljesen kiköttetni. A lámpában nagyon gyorsan megkötnek egyébként az anyagok. Nekem egy Marilyn Nelsz-es gaswit lavos lámpám van. Majd miután megkötött, így néz ki, persze sötétebbre is lehetse, én nem szeretem, hogyha annyira sötét lesz a márvány minta. És itt van mind a kettő márvány mintánk. Remélem, hogy tudtam nektek segíteni. Hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!